Nos, sziasztok srácok! Nagyon sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit, ez itt az NXPC, és mint ahogy láthatjátok, elérkezett ez az ominózus szerdai nap, amikor Lies of P következik. És hát, na, hát igen. Hát most már elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor úgy néz ki, hogy ez egy izgalmas rész lesz. Nem néztük meg a bosst az előző részbe, tehát fogalmam sincs olyan, hogy hogy néz ki, ki ő, mi ő, mit csinál. Egy sejtésem van, mert megtaláltam ott a kelyhet az ajtó előtt, ugye, akivel a kehely az azt jelenti, hogy tudunk hívni egy admint, vagy egy barátot, vagy egy online társat, vagy tudja tökön pontosan. De elviekben tudunk hívni egy olyan embert, aki velünk együtt lebírja birkózni a dolgokat. Nekem egyelőre nem lesz erre szükségem, és reméljük később sem. Mert ugye az előzőnél, ugye már nem is tudom, hogy hogy hívták őt, már tényleg arról gondoljatok, a második bossnál azért az nagy csalódásért, amikor én segítséget kértem valakitől, de már amikor már a harmadik, tehát a második részen keresztül csak tolom, és nem bírom megölni, az gáz. Úgyhogy nem fogok használni semmilyen különleges képességet, mert nem vagyok otthon ennyire a Souls játékokban, de megpróbálom legyűrni puszta kézzel, srácok. Úgyhogy úgyhogy ez lesz most a mai projektünk. Lehet, hogy elhúzódni nem fog, mert szerintem az első körben még úgy is szerintem ez az epizód arról fog szólni, hogy megismerjük a mozgás kultúráját a bosszunknak, illetve hogy mi az, amit csinál, és akkor az alapján majd megbírjuk őt támadni, meg stb. Meglátjuk, ha egyáltalán boss van, de elviekben bossnak kell, hogy legyen. Úgyhogy bocsánat az előző részekben megemlített dolgokért, de hát nem tudtam, hogy most akkor mennyi ilyen nagy dög van a pályán. Hát volt egy pár, ugye a páncélostól kezdve ott van, aki szaladgál a safba, meg a mit tudom én, de aztán végül is ő az, aki keresünk. Még annyi a lényeg, hogy ha legyőztük a buszt, én vissza fogok jönni erre a pályára, mert érdekel, hogy ezt a nagy melákot hogyan tudjuk eltenni lábalól. Azért őt nem hagyjuk ott. Szeretnék vele megküzdeni, de a probléma az, hogy alul sav van, és hát az nekem nem jó. Úgyhogy nem tudom, hogy hogyan tudom őt meggyilkolászni, vagy legyilkolni, hogy nekem az jó legyen, és hogy esetleg dob-e valamit, amúgy arra azért kíváncsi lennék. Mindegy, minden esetre megnézzük, hogy kirejtőzik a szirénázó ajtó mögött. Szerintem nem lesz köszönet benne, de majd meglátjuk, hogy ki, mert hány méter, milyen mozgáson, úgyhogy szerintem én nem akarom nagyon sokáig húzni a szót, mert ez egy egész izgalmas pillanat lesz szerintem, ráadásul nekem is. Amúgy annak örülök, hogy egy jó két hét, jó pár hét után azért sikerült nekem felépülni, és akkor belepírtam újra rázódni a témába. Hát most meglátjuk, hogy mennyire vagyok kemény, ugye? Ezt ugye tudjátok, hogy jó, hát sokáig tartom, amíg megismerem a mozgását, mert én őszinte leszek, srácok, én nem szeretek ilyen spelleket, meg ilyen varázslás, nem tudom, az olyan, az nekem olyan nem eredeti. Nekem nem azért, mint hogyha bántanánk ezért másokat, mert amúgy óriási tudással rendelkeznek az ilyen emberek, akik így tolják, tényleg ők tudják, hogy hogyan, mit, merre, hány méter, én nem, én buta vagyok, mint a segg. Úgyhogy, hát azt nem mondanám, bizonyos, az életem terén azért bizonyos, hogy is mondják ezt, bizonyos részen az életemben azért nem vagyok, sőt egész jól csinálom a dolgokat, de ez most nem erről van most szó. Én itt a Souls játékokról beszélek, ez borzasztó balfasz vagyok benne, és én kialakítottam magamnak egy ritmust, aki esetleg először nézi ezt a videót, vagy először látja, annak szintén elismétlem, hogy én szeretem megfigyelni az ellenfelemet, és hogyha már megvan a mozgás kultúrája, vagy hogy ő mit csinál, vagy hogyan reagál bizonyos mozgásomra, vagy hogyan tudom őt kikerülni, akkor megtanulom, és akkor az alapján kitalálok egy saját technikát, amivel lebírjuk őt győzni. Hát eddig csak az első boss sikerült így, ebbe a játékba, a Dark Soulba majdnem mindegyik, kivétel a Nameless King, úgyhogy, úgyhogy bár mondjuk ő is ott van még a talomba, tehát hogyha bárki kéri, akkor nyugodtan megcsinálom egy ilyen 51. rész alkalmával a Nameless King elpopózását, de vagy fordítva, de állítólag nem olyan nehéz, de viszont nem tudom, hogy miért. Én őszinte leszek, néztem videót, mert ugye én akkor ugye, ahogy közönség által megszavazott játék volt, úgyhogy szereztem információkat a többiektől, és azt mondták, hogy annyira nem is nehéz. De most nem erről a játékról beszélünk, úgyhogy na,
Nézzük a Lies of P-t, és nézzük, hogy ki vár bennünket az ajtó mögött. Én át is kapcsolok nektek, én már elindítottam a játékot, jó? Itt vagyunk, a szokásos, gyönyörű szép menübe, és akkor lámeljünk a continue-ra, és várlak benneteket a Krát Hotelbe. Wow! Egy kicsit felfejlődtünk ugye az előző epizódban, meg egy kicsit craftoltuk a kardokat, egy kicsit erősebb lett a kardom. Meglátjuk, hogy mennyire hogy is mondják ezt, allergiás az elektromosra. Ha nem, akkor váltunk egyet a ezekbe a, mert a nevét sem tudom kimondani, Stargazer, vagy Stargazer, mindegy, hagyjuk. Úgyhogy elutazunk szépen oda a bosshoz, illetve van még két mellékküldetésünk, amit én elfogadtam ugyan, de még nem vittem végig. Úgyhogy, ja. Úgyhogy azt majd szerintem a boss harc után, amikor visszatérünk erre a részre, avis visszajövünk majd, amit majd meg akarok nektek mutatni, hogy merre, visszatérünk oda, akkor majd megmutatom nektek, hogy miről van szó, és akkor megkeressük együtt, hogy hova kell mennem. Ő az egyik, ugye, mert valami fadobozba zárta be magát, meg hogy fél, meg mit tudom én is, hogy blablabla, nem tudom, hogy miről van szó. Megpróbálok újra hozzá menni, mert amúgy már jó pár embert azóta kinyírtam. Before all this, this chaos, I'm told, how did this... Oké, nincsen meg. Tehát egy elviekben nem szereztük meg a jó képű barátunkat. Annyi srácok, hogy én... Vártok? Az itembe... nem, bocsánat, a fegyver közé ide beteszem az újonnan felfejlesztett kis kardunkat. Ami szerintem nagy szükségünk lesz rá. Nem tudom, hogy működik-e ugyanaz a rendszer, mint a Dark Soulban, hogy ugye egymást egyenlítik ki a fegyverek. De reméljük. Ha igen, akkor jól jártunk, ha nem, akkor szívás. Megnézzük ezt a bosst. Jó? Úgyhogy most nem nagyon érdekelnek itt a gránátdobáló kis pöcsök. Leszaladunk a bosshoz, jó? És akkor megnézzük, hogy ki és miről van szó. Na, van srácok, vágjunk bele! Kíváncsi vagyok. Elég furák ezek a hordók, kicsit hasonlít a... Na mindegy, a birodalmi sassra, de... Na jó van! Hú! Vágjunk bele! Oké. Óha! Ujjjjj! Szerintem ebben nekem nem... What? Azt a büdös! Nekem ebben nem lesz köszönet, mi a... A büdös istenit! Ugye nem lő? Remélem. Húha! Gyere! Oké. Oké, egy fordulás. Oké. Próbáljuk meg azt. Elég lomhának tűnik. Wow, nem annyira. Wow. Oké. Szak. Na jól van. Hello? Bepipult. Szerintem ez hamar végeredménye. Nagyon rább tartja azt a stukkert, srácok, ezzel nem leszünk jóba, várjatok. Lehet, hogy most kéne ilyenkor nem oda menni. Oké. Várjatok, nem tudok hozzáférni közel. Mondjuk az fura, hogy kínaiul beszél a robot, de mindegy. Nem tudok hozzáférni közel, úgyhogy valamit ki kell találnunk. Király, tetszik, jó lesz. Jól van. Nem tűnik olyan nehéznek, de szerintem kitapasztaljuk. Várjatok. Lehet, hogy váltanunk kéne fegyvert. Ö,
Azért bravúrozok meg minden, de amúgy nem sok értelme van. Erre kíváncsi vagyok. Mit szól a tűzre? Szerintem semmit, mert vasból van. Úgyhogy inkább az elektromosság lesz az, amivel tudok érvényesülni. Na várjatok! Csak ez egy kicsit gyorsabb cumó. Oké. Oké, ez késő volt, látok. Az meg mák. Ó, majdnem bedarált, várjatok. Baj lesz! Baj lesz! Oké, még nem értünk el a második szintjéig, úgyhogy ez nagyon izgalmas lesz. Nem jó a kard. A tűzre nem reagál. Kevés a sebzése. És az a baj, hogy mihelyest ő megüt, abban a szent minutumban töltődik vissza az élete, úgyhogy megoldjuk valahogy. Várjatok. Úgyhogy vissza kell váltanom a másik kardomra. Hát egy jó párszor meg fogunk halni szerintem, még kiismerjük a mozgás. Most megint mutatott egy új dolgot. Ó, oh, bassza meg. Ez az, amit nem akartam. Oké. Okay. Lehet, hogy rá kellett volna gyúrnunk amúgy egy kicsit a staminára, mert mondjuk lehet, hogy elektromosságra reagál, várjatok, mert robot igazán volt, tehát kellene neki. Kipróbáljuk a ököllel, mit tudok vele kezdeni, jó? King's Flame, Foco, oké. Okay. A lángok királya. Cek! Wow! Majdnem. Oké, okay, most fog bepupulni. Várjatok. Eddig nem nagyon nyúlt hozzánk. Oké. Okay. Tehát akkor csinál egy ilyen... Au, oh, ez fáj. Öcsé! Ó, oh, bassza meg! Várjatok! Mert közben kilazult az Xbox joystick kontrolleremnek a kis fütyülője. Kis cickója. Várjatok! Hú, elég bepipult. Na jól van. Na gyere, papa! Várjatok! Meg kell látnom, hogy... Most fog háromszor jönni, ugye? Igen. Wow! Oké. Okay. Nem olyan nehéz. Basszus, csak pont beleszaladtam. És megint. Várjatok. Ezt tud hátra is ütni? Erről nem volt szó. Most pipultunk be.
Ajaj, most jön a második felvonásunk. Szerintem. Igen, erre számítottam, hogy kinyír. Na jól van. Nem láttam, hogy elértük a másodikat? Nem. Ugye? Nem volt olyan nehéz, annyira nem vész. Valljuk be őszintén. Könnyen megtanulható a mozgása. Várjatok. Kíváncsi vagyok. Fogidé, hát jó, oké, csak én belül vagyok, úgyhogy nem látom, hogy mennyire ködös. Várjatok. Nem! Bassza meg, mondjuk nincs mit veszíteni igazániból, tehát azt a pontot, amit eddig összeszedtünk, az fika. Ahhoz képest, amit elköltöttünk, úgyhogy semmi gond. Valahogy meg kéne próbálom ütni. Erre lennék kíváncsi, hogy... De nem reagált a elektromosságra, vagy túl messzi voltam szerintem. Várjatok. Maradjunk a humánus megoldásnál, szerintem. Itt leugrunk. Csak így meg nagyon sok életet veszítek. Oké. Várjatok. Nem kell segítség szerintem, hogy legyőzzük. Várjatok. Hadd jöjjön. Ebbe beleszaladtunk. Elég rendesen, várjatok. Hadd csinálja a hülyeségét. Gyere öreg! Valamit csinálj magaddal! Nem jó az útja ott vagy a sarokba, az nekem probléma. Oh, el kellett volna menekülnöm. Mondjuk félig meddig sikerült is. Mákon volt. Az a baj, hogy elég gyér az életem. És hogy állandóan mindig beleszaladok az ütésébe, baromi erős. Nagyon jött. Az a baj, hogy hiába ütlegelem tüzessel, mert ugye alapból ő a lángok királya. Tehát hogy ez így elég érdekes lesz, igen. Sászok az Xbox joystickoknak a tekerője, vagy kis bőbüszel, vagy hogy hívják ezt, a kis bigyulája, a kis bimbója. Érdekes lesz, ez nagyon jó, érdekes meccs. Eddig 19 perc alatt meghaltam, vagy 30-szor. De lehet, hogy a következő részben kinyírjuk őt. Na várjatok. Maradjunk a humánus meg... Ja, nem ugrobugrálok, mert amúgy elveszítek egy valag életet, és itt minden csepp élet számít, szerintem. Ezek is jön utánam, de köcsök. Na jól van. Várjatok.
Ez egyelőre nem tudom mire való. Wow! Ez egy erős, masszív kezdés volt, öcsém. What the fuck? Oké, eddig jók vagyunk, várjatok. Koncentrálnom kell, úgyhogy bocs, hogy nem beszélek. Ó, erre nem kellett volna. Halló! Oké. Okay. Ez egy új technikája volt most, amire nem nagyon tudtam koncentrálni. Oké. Okay. Ne csinálj baromságot. Nem akarok nagyon távol menni, mert akkor belindul a power-je. Oké. Okay. Wow. Oké. Okay. Ó, basszus, elfeledkeztem magamról. Jó lesz, kezdek ráérezni. Én nem adom fel, tudjátok. Nem vagyok ilyen könnyen megvesztegethető. Nem, hülyéskedtem csak. Meglátjuk, jó srácok, ez izgi lesz, jó, jó. Nagyon nehéz, de... Mármint úgy, hogy fura a mozgása, de könnyen kikerülhető. Legalábbis, amit én észrevettem, nekem legalábbis... Egész jó megy, csak nem tudom, hogy még most se valaki árulja el. Írjátok meg légy szíves kommentben, mi a pöcsömre való ez a rohadt poti, amit itt eszegetek, iszogatok, meg minden. Jó. Á, ah, látom most már, el is felejtettem. Ó, oh, ebbe beleszaladtam. És ki is fáradtam hirtelen. Mertok, dobok egy életet. Első élet. Bassza meg! Oké. Hogy jöjjön. Ez rosszkor időzítettem. Hé, háló! Micsoda? Egy életem maradt. De miért? Miért tud megütni?
Valami lesz a második felvonásba vele, de most már el sem jutunk odáig, várjatok. Ezt már megérdemelte, csak azért, hogy ne halljunk meg olyan könnyen. Hűha, jó lesz az, csak ki kell taktikázni, nem lesz ez olyan nehéz. Szerintem, bár mondjuk még nem láttuk, hogy mit csinál a második döntőbe, vagyis a második fordulóba. Úgyhogy hát egy jó párszor már meghaltunk így a boss fightok alkalmával, úgyhogy annyira nem olyan problémát, ami nekem fura, hogy nagyon kevés az életem. És ez zavar. Tehát, hogy ilyenkor már mondjuk a Dark Soulba, a harmadik bossnál azért már volt bőven ilyen esztuszkom. Tehát, hogy egy kicsit nehezebbnek tartom, mint a Dark Soul-t. Szerintem. Na, várjatok. Most már megpróbálok teljesen oda koncentrálni. Az elektromosság szart se ér. Arra már rájöttem. Vagy legalábbis nagyon nem veszi az adást rá. Hiába. Van mondjuk egy másik karom. Inkább erőre kéne menni. Hogy jöjjön ki onnan, gyere! Jó trükk volt, ez tetszett, ez ügyes voltam. Vártok. Sikerült most így kivédeni. Ó, ezt nem. Nem? Oké. Hú, már. Vártok. Ó, ebbe beleszaladtam. Meg akartam próbálni, hogy oldalról ki lehet kerülni. Várjatok. Igen, ebbe beleszaladok mindig, látok. Még mielőtt kinyírna. Legalább érjünk el a második felvonásához. Jól van. Szerintem lassan be fog pipulni. Kíváncsi vagyok, hogy mit csinál a másodikba. Oké. Valami baj lesz. Valami nem stimmel. What the fuck? Mi a pics? Hújjúj. Hújjúj. Hújj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 új. What the f... Ez már a második. Oké. Oké. Jól van, most már megtapasztaltuk, hogy mit csinál. Tehát akkor lesz egy ilyen... Hát hasonló, basszátok meg, mint a másik. Csak ez tűz. Tehát, hogy ez igazániból majdnem ugyanolyan, mint az előző bosszunk, csak annyi, hogy ő most tűzzel csinálja hasonlóképpen, mint... De megöljük, megpróbáljuk megölni, jó? Lehet, hogy egy kicsit hosszabbra sikerül a videó, de most már nagyon fölkeltette az érdeklődésem. Viszont azt nem tudom,
Hogy hogyan öljem meg? Bocsánat, hogy belehánytam a izébe, csak hát na. Vannak ilyenek is, a stressz, tudjátok, amikor összenyomja a gyomrodat. Jó, oké, nem mondtam baromságot, elég a hülyeségből. Érdekes. Azt nem értem, srácok, hogy hogyan... felhasználhatom a... De nem akarom felhasználni a bossoknak a... izéjét. Ki tud? Mondjuk lehet, hogy arra lesz most már tényleg szükségem, hogy... előhozzam a dolgokat. Na gyere! Gyere, öcsém! Valahogy folyamatosan kéne tennem a kombóimat. De ez nem igen fog így, ha így folytatjuk, akkor ez így nem igen fog menni. Uj, uj! Oké. Okay. Na, megvárom, még kibontakozik ott a sarokból. Látok? Szerintem rájöttem, hogy nálam... Oh! Az az egyetlen egy probléma, hogy nagyon félős vagyok tőle. Csak felrúgott. Nem menekültem meg. Tudtam. Bassza meg, ez egy komplet kivégzés volt. Mi van? Nem akarok mindig segítséget kérni. Ha ez most három részen keresztül fog menni, akkor három részen keresztül mész, srácok. Ez ennyi? Ez ilyen? Hát nem tudunk vele mit kezdeni. Nem. Várjatok. Az az igazság, hogy á, bassza meg. Most tényleg felhasználjam a bossoknak az erejét, és akkor megnöveljem a staminámat, meg minden, egy kicsit felfejlődjek, szerintetek? Nem tudom, hogy mi lenne a legjobb megoldásom, hogy tényleg. Nem akarom felhasználni, mert ez nekem olyan... Mondjuk van egy pár már, ez tény. Tehát már így az összegyűjtött lelkekből is van egy pár, amit még fel se használtam, srácok. De hát nem baj. Fő a biztonság. Megpróbálkozok még vagy kétszer vele, jó? És akkor teszek egy próbát későbbre. Szerintem lehet, hogy nem vagyok elég erős hozzá képest. Tere! Csak felrúg, amúgy mindig. Mindig beleszaladok. Na gyere! Gyere, baszod! Jó nagy kazán vagy! Ebbe beleszaladta. Nem látok a csőtől. Használjuk fel. Nem is sehova, öreg. Gyere ide, hozzám.
Még egyszer fogja. Van egy ilyen hármas kombója. Futás! Bassza meg! Elég nagy hatótávja van. Húha! Az nem olyan jó. Ó! Oh, bassza meg! Ó! Oh, picsába! Várjatok! Basszus! Bepipult! Á, kevés vagyok! Látok! Ebből baj lesz! Picsába. Jó van. Még egy próbát teszek, jó? Mert most már kezdtem ráérezni a mozgására. Úgyhogy nem lesz vele baj. Csak annyi a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. Nem. Annyi a lényeg, hogy most már a második felvonását kell megtanulni. Nem vész. Srácok, ez a boss ez nem vész. Szerintem menni fog. Komolyan. Csak oda kell figyelni, úgyhogy nagyon megpróbálok rá koncentrálni. Lehet, hogy egy kicsit jó lenne, ha erősebb lennék, hogy... Tehát a bevitt ütések azért érjenek is nála valamit. Mondjuk egész jó így is. Tehát nem rossz. De hát meglátjuk. Jó lenne azért egy kis... tuning. Tak. Na gyerünk a bosshoz, papa. Na gyere, apa! Csak felrúg, mindig felrúg. Hát ott. Sűrűbben kell használnom ezt a kardot. Hello! Bassza meg! De miért? Miért fordul arra? Amúgy ezt nagyon nehéz kikerülni, és hogyha elfogyott a staminám, akkor szívás van. Tehát, na jól van. Srácok, megnézem, hogy mi van nálam, jó? Oké? Okay. Jól van, vágom. Na, elviekben van nálunk egy valaglélek. Wasta. Igen, obtain ergo, obtain blablabla, úgyhogy van, tudunk fejlődni, és illetve a két bossnak. Broken Hero, meg a Parade Leader. Nek a 10 000 tudunk fejlődni, srácok. Miért nem fejlődök? Hát, nem tudom. Sőt, még van annyi szarunk itt, hogy az beszarás. Nem értem, miért nem használom az ilyeneket, de semmi gond. Fable Charge. Fable Charge. Fable Catalyst. Made puppet little energy between the bodies and wow, the alchemist. Oh, okay. Nagyon jó. Legion Magazine. Legion Arms we developed. Oké, okay, ezzel tudjuk fejleszteni a Legion Arms-t. Lehet, hogy amúgy azzal sokkal jobban járunk. Ezzel az elektromos akár micsodával nem igazán. Na jó, várjatok. Feláldozom, jó? Szarok rá.
Tehát tudunk szintet lépni, úgyhogy gyorsan visszamegyünk a Krát Hotelbe, jó? Utána visszajövünk. Kicsit föltuningoljuk a karakterünket, kicsit alakítunk rajta, mert olyan érzésem, hogy kicsit gyenge. Nem azzal van a baj, hogy nem gyors, hanem azzal van a baj, hogy gyenge az ütőképessége, pedig már amúgy eléggé föl van fejlesztve a kard is. Úgyhogy szerintem... annyi a lényeg, hogy én leszeretném váltani a karomat. Erre. Oké. Okay. Egyszer. Elmegyünk ide, fölfejlesztjük a karomat. Elviekben. Assembly will alter handle. Nem, bocsánat. Upgrade weapon, de nem tudjuk fölfejleszteni nála. Várjál, akkor hol? Talk, várjál, kinél tudjuk fölfejleszteni, vagy tudjuk itt a Stargazerbe? Switch Legion arm, oké. Okay. Nem. Oké. Okay. Mert az a cucc, ami volt a, ugye láttátok ti is, vagy én vagyok, lehet hülye. Ez. Move equipment, és betesszük mondjuk ide. Oké. Okay. Tehát akkor ezt, hogy. Oké, okay, és egyszer. Van nálunk egy extra táska. De várjatok, így. Ah, oké, okay, ezzel újra tudjuk hívni magunkat, jól van. Ez egy fejlesztő téma. Ez a Fable Charge, ezt nem tudom. A tűz az nem kell nekünk jelen pillanatban. Speciál Resistance, várjatok. Egy Speciál Resistance, mert use ez a Shock Break and this... jó, hát nekünk ilyen nem kell. Tehát ez majd később. Nem tudom, mit tegyünk be oda, srácok, amúgy tényleg, komolyan. Teleport Hotel, oké. Okay. Hát van egy ilyenünk, egy ilyen termit bombánk, de szerintem... Ebből több kéne ahhoz, hogy én valamit tudjak kezdeni. Na jó. Tak. És ezt felhasználjuk mind a 13-ot, jó? Van itt, amiből ám fejlődnünk amúgy. Jó, hülye vagyok, hogy nem csináltam meg eddig. És lehet, hogy nem is kell hozzányúlnunk a bossnak a cuccaihoz. Most van 6900. És megnézzük, hogy mennyire tudunk feltolni. Egy kicsit javítunk a dolgokon. Persze, level up-olunk, Sofia. Na! Nézzük, hogy mi mit javít. Ugye ez a... Hát a vigor ugye a staminánkat javítja. Amivel igazándiból... Hát nyertünk egy fizikai damage-et, de ez egy ellenálló damage. Nekünk igazándiból... Várjatok, mennyi ez? Belefér. Jó? Oké, egyszer. És nekünk... Erre kell gyúrni, a motivity-re vagy a technikre. Várjátok, a technik 145 plusz 35. Várjátok, physical attack 63 plusz 13. Mi ez az advance? Legion, az a Legion armnak a témája, várjátok. Gyúrjunk erre rá, jó? Kicsit adjunk neki, ami belefér. És akkor még nem költöttük el a bossnak, basszátok meg a izéjét, nem akarom elkölteni, jó? Ki tudja, Dark Soulból is értek meglepetések, úgyhogy... próbáljunk meg így egyet, és akkor meglátjuk, hogy mennyivel lettünk erősebbek, mondjuk sokkal nem, de talán... Valamit segített a dolog. Kardot nem tudok még egyelőre fejleszteni, azt hiszem. Vagyis azt már kifulloztuk, mind a kettőt, mondjuk hülyeséget csináltam, bár nem, mert amúgy igazándiból jó lesz ez így. Annyit talán szerintem, hogy kiveszem a tüzes kardot, mert nem érünk vele semmit. És csak a helyet foglalja, ami meg csökkenti a staminámat, mert nehéz vagyok. Úgyhogy ezt kiszedjük, ezt unequipeljük. Oké, okay, és akkor... Így most már egy kicsivel azért spórolósabbak leszünk a staminával. Itt mondhatjuk úgy, hogy jóval, de jóval gyorsabbak vagyunk. Azt mondja, túl megállt a kazás, srácok? Na jól van.
Na nézzük, mennyire vagyunk gyorsan. Cak! Na gyere, apa! Belefeledkeztem. Gyere! Próbálkozni lehet. Közel volt. Ez egy fas. Jó, gyere már ki onnan a csőtől, öregem. Még egyet lebaszod a földre szerintem. Na gyere, gyere ki onnan, gyere. Ne, ne fossz el. Béke van. Abba beleszaladtam. Bassza meg, várjatok. Le kéne jönnünk a kőről. Amit észrevettem, gyere le a kőről, gyere le a kőről. Ah, úgy, igen. Ez az. Na most egy kicsit pipább, mint volt. Megvárjuk, hogy kibontakozik. Sűrűbben csinálja a mozgásokat erre. Már rájöttem! Nem, nem, nem. Hú! Hú! Az baj. Az nagyon nagy baj. Maradjunk a kövön. Oda kéne mennünk közel hozzá. Hogy jöjjön. Bassza meg, bassza meg! Jó volt, majdnem meg volt, bassz meg! Ah, picsába. Jól van, nem olyan vész. Mondjuk, hogyha még fejlődnék, felhasználom a bossoknak a izét, akkor kellően erős lennék azért, valljuk be őszintén. Tehát azért már így már előrébb vagyunk, mint voltunk. Úgyhogy ez tetszik. Annyi, hogy még nem ütöttük meg a karunkkal, ami lehet, hogy baj. Mert nem használjuk ki, hogy van jobb karunk is. Az igazság, hogy nem tudom, hogy lehet-e perizni, én ezzel nem is akarok foglalkozni amúgy, srácok, tényleg. Hát, mire én kit
tökölöm magamat, hogy perizni, meg mit tudom én. Nem tudom, nekem ez így nem szimpatikus, én szeretem így kerülgetni inkább, ez nekem ez a ritmusos játék stílus, ez sokkal jobban fekszik. Úgyhogy bocs, hogyha ennyit baszakodok, de ez van. Na! Na gyere, apa! Ebbe beleszaladtam. Első élet. Ja, nem hiszem, hogy ő tudatában van annak, hogy mit csinál. Mi? Nem már! A kőre. Itt nem lesz láng, a kőre nem jön át a láng. Hamar elérkeztünk erre a szintre, apa. Baj! Várjatok! Kíváncsi, hogy kibírjuk-e? Hát nem bírjuk kijátszani. Mákunk volt. Menjünk közel hozzá, ne menjünk távol tőle. Ez hiba volt. Bárdok, hát a sikerül! Bassza meg, amúgy jó lett volna! Na még egy kör, belefér. Szerintem ebből holnap lesz valami, srácok. Én úgy vagyok vele, vagyis hát nem holnap, majd a következő epizódne. Holnap Starfield lesz. Csak ilyen megnyugtatásképpen azért elég macera a játék. Egy kicsit fölpörgeti az adrenalinomat, de amúgy már ott voltunk. Már rájöttem, hogy közel kell maradni. Nagyon-nagyon-nagyon közel kell maradni hozzá. És akkor nem kezd el lövöldözni. Megpróbál ő kiugrálni, de hogyha közel vagy hozzá, akkor nem tud lelőni. És ez király. Sőt, még lángszóróval sem tud megfingatni. Úgyhogy szerintem jó úton haladunk ahhoz, hogy megöljük segítség nélkül. Már nem sok híja volt neki, amúgy őszintén. Csak az első körben figyelnem kéne arra, hogy tartalékolok az energiámmal. Oké? Okay? Úgyhogy megvárjuk, még feltöltöttünk mindent. Na gyere, apa! Na, ha beleszaladtunk, azt hittem, hogy elbírja rombolni a csövet.
Hát, késő volt. Puti. Ide a kőre. A kő az nem gyullad be. Na gyerünk oda közel hozzá. Á, ezt beszívtuk tőle. Elég rendesen. Maradjuk a közelébe. Azt a büdös! Hát ilyet hogy tud csinálni? Bassza meg, ez mi volt? Hallod, ez konkrétan kivégzett, mint a picsa. Szó szerint kivégzett bennünket, mint a szent szar. Jó, semmi gond. De ügyesek vagyunk, tehát nem lesz gond. Szerintem ezt a következő alkalommal meg tudjuk oldani. Van egy olyan érzésem, jó? Úgyhogy... ez az utolsó próbálkozásom, és akkor azt hiszem, hogy ebbe, ezzel abba is maradt. De jó úton haladunk. Nem lesz vele gond. Csak a közelébe kell maradni. Nártok? Segítséget nem akarok hívni, mert az nem fair. A szar. Az előzőnél már muszáj voltam, de... Ebbe beleszaladtunk. Majdnem. Maradjunk ott. Futi, 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 futi! Oké. Na most kell fossunk egy kicsit. Igen. Elfelejtkeztem róla. Bassza meg. Amúgy meg lett volna, srácok, meg lett volna az életem hozzá. Na jó van? Srácok, amúgy ez izgi lesz. Szerintem a következő epizódban legyűrjük. Úgyhogy ez jó meccs volt. Nekem ez tetszett, úgyhogy visszamegyünk a Krát Hotelbe. Még elgondolkozok rajta, hogy a következő epizódik, hogy... Hogy tudjátok, hogy felhasználjuk-e a bossnak a lelkeit. Vagyis a bosszoknak a lelkeit, ezen még elgondolkozok, de szerintem nem biztos, hogy kell. Most már vagyunk olyan szinten szerintem, hogy azért megbirkózzunk bele. Tetszik nekem a mozgása, kiismertük őt nagyjából, a lényeg az, hogy mindig szorosan meg előtte kell lenni, de várjátok amúgy. Én úgy vagyok ezzel, hogy most át is váltok nektek, jó?
és akkor így nagyba láttok engem. Ugye milyen csodálatos vagyok? Wow! Na mindegy, hagyjuk ezt a hülyeséget. No, a srácok amúgy yes, tehát megtanultuk, wow! Úgyhogy király, ennek örülök, rájöttünk, most már csak időzítgetnem kell, meg figyelnem kell, egy kicsit rá kell koncentrálnom, szerintem a következő epizódba, azaz nem tudom, hogy mikor lesz, de szerintem jövő hét hétfőn. Úgyhogy jövő hét hétfőn várlak benneteket egy végső boss fight-tal, szerintem sikerülni fog. Ezt már tőlem megszokhattátok, hogy minden egyes szó az játéknál a bosszokat általában másodjára tudom csak megölni, úgyhogy sorry. Úgyhogy srácok, jók legyetek! Vigyázzatok magatokra, holnap Starfield-del folytatjuk, ott is egy izgalmas résznél járunk, ott gangsterkedünk egy kicsit, meg most éppen eljutottunk egy olyan helyre, ahonnan nem bírunk kijönni, úgyhogy nagyon örülök az öregnek, hogy ilyen pácba kevert minket, ráadásul a felesége is sikerült feloldani a hajó, de még nem bírtunk elmenni, úgyhogy na mindegy, ezt majd holnap folytatjuk, és pénteken ne feledjétek, pénteken várlak benneteket a horror játékkal, illetve a héten szerintem a hétvégi napokban föl fogok nektek tenni egy szavazást a YouTube-ra, és meglátjuk, hogy mit szeretnétek, jó? És akkor kiderül, hogy ki mit fog erre reagálni, és akkor az alapján eldől, hogy legyen vagy nem legyen. Én még egy kicsit vacilálok ezen, mert mostanában nem nagyon van időm, és szeretném, hogyha lenne, de egyelőre nem kivitelezhető, úgyhogy meglátjuk, hogy lesz-e időm, és hogyha megszavazzátok, és lesz időm, tehát ezt úgy tisztázzuk, akkor lehet róla szó, ez egy új dolog lesz, minden szerdán lesz egy ilyen téma, úgyhogy ha érdekel bárkit, akkor ugyanúgy látható lesz a YouTube csatornámon, ha bárkit érdekel. Úgyhogy srácok, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, jó munkát mindenkinek holnapra, és akkor találkozunk a holnapi nap folyamán egy Starfield-del. Úgyhogy addig is, sziasztok!